Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről szól a mai híradónk. Átadták a legrangosabb önkormányzati kitüntetéseket a Városnapja gálán. 22 bábszínház mutatkozik be városunkban október 3-a és 6-a között. Elindultak és egészen Aradig tekernek a refisek, hogy megkoszorúzzák a hősök emlékművét. Október 2-án ünnepeltük hírös városunkat. A Városnapja gálán átadták a legrangosabb önkormányzati kitüntetéseket, valamint a Kecskemét város polgára leszek vetélkedő díjait. Az ünnepséget a Beszélő Köntös című musical bemutatójával zárták. Kecskemét életében minden esztendőben a legkiemelkedőbb nap október 2-a. Ekkor ünnepeljük hírös városunkat. A 2018-as év pedig azért is különleges, mert Kecskemét fennállásának 650. évfordulóját ünnepeljük. A város több aranykort is megélt, melyet mindig az itt élők, küzdő és alkotó embereknek köszönhetett. Névvel vagy név nélkül sokan dolgoztak azon, hogy értéket hagyjanak örökül, hogy ma legyen mire emlékeznünk, legyen mire büszkének lennünk. A Városnapja gálán az alpolgármester hangsúlyozta, kötelességünk tenni azért, hogy évszázadok múlva is legyen mire büszkék lenni az utódoknak. Tegnap este átadták a Kecskemét város polgára leszek helytörténeti vetélkedő versenyzőinek a díjakat. A legügyesebbek idén is a református általános iskola diákjai voltak. Nem csupán a fiatalságot díjazták természetesen, átadták a legrangosabb önkormányzati kitüntetéseket is. Szabó Pál festőművész, Bozsó János díjat, Garaci János újságíró, Tóth László díjat, dr. Kéri Laura Zita, a Kodály Intézet igazgató helyettese pedig Kodály Zoltán díjat kapott. Székelyné Kőrösi Ilonának és munkatársi közösségének Katona József díjat, Kis János evangélikus lelkésznek Kada Elek díjat, Orosz István grafikus művésznek a Város Kulcsa kitüntetést adományozta a közgyűlés. Az ünnepséget a Beszélő Köntös című musical bemutatójával zárták Szente Vajk rendezésében. A Városnapja gálát ma este 8 órakor teljes terjedelmében megtekinthetik a Kecskeméti Televízióban. 22 bábszínház 30 produkcióval mutatkozik be a Magyarországi Bábszínházak 14. találkozóján Kecskeméten. Október 3-a és 6-a között napi 250 vendéget várnak a fesztiválra, hogy szakmai szemmel is megfigyelhessék, illetve megvitathassák a zenével, energiával és érzelmekkel teli előadásokat. Mesélek mind az autó, a bringán. 14. alkalommal találkoznak Kecskeméten a magyar bábszínházak. Ezúttal számos külhoni társulat is csatlakozott a programhoz. 92-ben az első találkozón összesen 9 bábszínház mutatkozott be, és egy magántársulat, míg most az idei 14. találkozón 22 társulat 30 produkcióját láthatjuk. A fesztivál a Nemzeti Kulturális Alap fennállásának 25. évfordulóját ünneplő eseménysorozat része is egyben. Természetről, érzelmekről, de még egészségügyi panaszokról is énekelt a Ciróka Bábszínház társulata a nyitó előadáson, persze játékos formában. A tapasztalatok alapján azonban az idősebb korosztályt is gyakran megérintik a produkciók. Csillogó szemű bábművészek, bábtervezők, fantasztikus hangulat itt Kecskeméten. Én magam is gyereknek éreztem magam egy pár pillanatra az elmúlt 30 perces előadásban. Az államtitkár hozzátette, a kormány jövő év szeptemberétől azt is lehetővé teszi, hogy minden gyermek átélhesse a színházi, előadó művészeti élményt. A találkozón többnyire zárt körű programokkal készültek, ahol a műfaj hivatásos képviselői mutatkozhatnak be, és szakmai beszélgetéseken vehetnek részt. Hétvégén azonban a publikum számára is megnyitják a fesztivált, szombaton 10 előadást nézhetnek meg az érdeklődők a híres város főterén. Elindult Aradra a Kecskeméti Református Gimnázium kerékpáros csapata, hogy elvigye az emlékezés koszorúit, köztük Kecskemét városét a Vértanúk emlékművéhez. A csapatot szerdán indították útjára az új kollégium elől. 20. alkalommal engedték útjára szerdán a Református Gimnázium kerékpáros csapatát, akik egészen Aradig tekernek majd, hogy a Vértanúk emlékművénél elhelyezzék az emlékezés koszorúját.
Idén 13 végzős és 13 11. évfolyamos diák indult útnak 4 tanár kíséretében. Az ünnepségen Kuti József református lelkész tartott áhítatot, majd Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte a csapatot. Az alpolgármester szerint az emléktúrának fontos szerepe van a kapcsolatépítésben, egyének és városok között is. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a csapat elviszi Kecskemét koszorúját az emlékműhöz, így városunk szimbolikusan fejet hajthat a hősök előtt. Idén a Rákóczi Szövetség támogatásával nem csak az aradi vértanúkról, hanem 1956 hőseiről is megemlékeznek a túra résztvevői, közösen az aradi Csiki Gergely Főgimnázium diákjaival. A búcsúztatón az iskola igazgatónője Szenes Mártonné is szólt a csapathoz. Arra buzdította a fiatalokat, hogy a nehéz pillanatokban se feledjék, mi a túra célja. Miután feltűzték a koszorúra a nemzeti színű szalagokat, egy diákot is köszöntöttek, aki október 6-án született. Makai Bélát nagy meglepetés érte, hiszen szüleitől azt az ajándékot kapta születésnapjára, hogy ő maga is részt vehet a kerékpár túrán. És a születésnap ajándék, hogy jössz lennék a túrára. Ezek után útnak indították a csapatot. Idén ünnepli 150. születésnapját a város legrégebbi újsága a Kecskeméti Lapok. Szerdán délelőtt a Vojtila Barátság Központban alapmúltjáról, jelenéről és jövőjéről beszéltek a korábbi és jelenlegi főszerkesztők. A Kecskeméti Lapokat 1868-ban indította Madarasi László, az országban másodikként a kiegyezés utáni magyar nyelvű újságok közül. A lap az elmúlt 150 évben többször megszűnt, majd újraindult. Jelenleg 40 ezer példányban jelenik meg minden második héten. Szerdán a Vojtila házban a Kecskeméti Lapok egykori főszerkesztői közül Lovas Dániel, Kolog Elek és Farkas P. József beszéltek az újság történetéről, a nehézségekről és a sikerekről. Bán János, a Kecskeméti Média Centrum ügyvezető főszerkesztője hangsúlyozta, bár a legtöbben ma már interneten olvassák a híreket, fontos, hogy azok nyomtatott formában is eljussanak az emberekhez. A résztvevők megnézhették a bekötött régi lapszámokat, valamint a legutóbb megjelent újságból is kaptak egy-egy példányt. Akkor a tűzifa hiány várható, mint eddig soha. Az ok pedig nem más, mint hogy nincs elegendő fakitermelő szakmunkás. Ezzel egyenes arányban az árak is nőnek. Terbe Dezső, egy kecskeméti fatelep tulajdonosa beszélt a problémáról, amely nem csak az országot, hanem városunkat is nagyban érinti. Nehéz lépést tartani a vásárlók igényeivel, főként a fűtés szezon kezdetén. Jelenleg egy köbméter felvágott, hasított akác tűzifa 40 ezer forint a helyi telepen. A KSH friss adatai szerint 2018. augusztusában a tűzifa ára 13,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett fűrészelt egységes tűzifa mázsája immár 3660 forintba kerül, míg tavaly nyáron csupán 3200 forintot kértek érte, 2016 nyarán pedig 3000 forintnál járt az átlagár. Új toborzó iroda nyílt Kiskunhalason. Ezzel egyidejűleg folyik az a beruházás, amely során egy börtönt is kialakítanak a település szélén. Ezeknek a projekteknek köszönhetően összesen 250 új munkahely létesül. Batári törzsörmester, Kiskunhalasi toborzó iroda. Már is folyamatosan csörög a telefon a ma nyílt kiskunhalasi toborzó irodában. Orosz Zoltán, a büntetés végrehajtási szervezet szóvivője, a toborzó iroda megnyitásával kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, a megfelelő személyek kiválasztása érdekében várják a rendvédelmi pálya iránt elhivatott leendő munkatársak jelentkezését. Ezen a mai nappal, az, hogy Kiskunhalason megnyitottuk a toborzó irodát, folytatjuk és megkezdjük, ismételten megkezdjük, és folytatjuk az országos toborzásunkat is. Valamennyi börtönünkben, mind a 29 börtönben keressük az új jelentkezőket, az új kollégákat, hiszen mindenhol szükség van mindig újításra. Az új toborzóirodára azért van szükség Kiskunhalason, mert a büntetés végrehajtási szervezet egy újabb jelentős állomásához érkezett. 470 fogva tartott befogadására alkalmas börtön létesül a település szélén, a korábbi menekültügyi őrzött befogadó központ átépítésével. És mivel a börtön megnyitása is új munkahelyeket teremt, szükség van a toborzásra.
Azt gondolom, hogy a jövőben is jól fogunk tudni együtt élni ezzel a büntetésvégrehajtási intézettel. Véleményem szerint ez nagyban jelent majd gazdasági erőt a városnak, megtartó erőt lakosság tekintetében, munkahelyeket. Tehát ez egy nagyon fontos pillér lesz a következő évek Kiskunhalasának ez az intézmény. Orosz Zoltán azt is elmondta, hogy a 2019-ben nyíló börtön stabil, kiszámítható, hosszú távra tervezhető munkahelyet teremt, amelyhez képzési és előmeneteli lehetőségek társulnak. Ünnepélyes műsor adták át tegnap este az Arany János közérdekű múzeális gyűjteményt a 650 éves Nagykőrösön. Az 1 milliárd forintos állami támogatásból megvalósult felújítás során teljesen megújult a múzeum, ahol az országban egyedülálló Arany János gyűjtemény is új, állandó helyet kapott. Digitális tudástár, szabadulószoba, érintőképernyős felületek és a látogatókat kísérő Arany János hologram is található a megújult Nagykörösi Arany János Múzeum berendezései között. A modernizált folyosókon sok olyan tárgy található, amelyeket évtizedek óta nem láthatott senki. Nagykörös tegnap ünnepélyes műsorral köszöntötte a múzeum átadását. Nagykörös városi rangra emelkedésének 650. évfordulója alkalmából dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese adta át az épületet a nagy közönségnek. Amikor itt Nagykörösön átadjuk ezt az emlékhelyet, ezt a múzeumot, a legjobb helyen adjuk át, hiszen polgármester úr szavaiból is kiderült, hogy bárcsak 10 év volt, de utána generációnkon keresztül határozta meg Arany János a városnak a történelmét. Az ünnepi műsorban huszárok, néptáncosok és kórusénekesek is közreműködtek, a szalagátvágással pedig hivatalosan is megnyílt az új múzeum épület. A volt tiszti és honvéd kaszárnyából létrehozott múzeum most 900 millió forintból születhetett újjá. Jelentős pénzösszeg teremtette meg a lehetőséget arra, hogy az épület kívülről teljesen megújuljon. Tetőszerkezete, homlokzata, kéményei, de nem csak az építészeti felújítása valósult meg az Arany János Múzeumnak, hanem a belső kiállítás is szakszerűen és korszerűen olyan módon, hogy képes legyen becsalogatni fiatalokat, gyerekeket, a jövő múzeumban látogató közönséget. A modern és interaktív múzeum Nagykörös igazi büszkesége. Megfelelő büszkeség tölt el bennünket, tehát azért azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, amit eleink után mi úgy meg tudtuk újítani, mintha újat építettünk volna, de szerintem itt nincs megállás, folytatjuk a fejlesztéseket. A múzeum hivatalosan október 23-a után lesz látogatható. Az ünnepélyes megnyitóról és a múzeum történetéről részletes összeállítást láthatnak kiemelő magazinunkban a híres hírek után. Kossuth Kultusz az Alföldön címmel tartottak történelmi feltáró előadást a Bács-Kiskun-megyei Katona József könyvtárban kedden délután. A rendezvény az Országos Könyvtári Napok egyik programja volt. Reznák Erzsébet, a Ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója mesélt a kultuszról, amely részben minden magyarnak a sajátja. Még a legkisebb településeken is ott van Kossuth Lajos alakjának valamilyen emlékműve. Mégis az Alföldnek különleges kötődése van nemzetünk nagyjához. A Kossuth família személyesen kötődik Cegléd környékéhez, de még Kecskeméten is élnek, mind a mai napig leszármazottak. Sokan hallottak már Kossuth híres alföldi toborzó útjáról, amelynek jelentős állomásai voltak térségünkben is. Az Országos Könyvtári Napok kecskeméti programjairól részleteket tudhatnak meg a mai kiemelő magazinunkban, amelyben Ramháb Mária megyei könyvtárigazgatóval beszélgetünk. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Átadták a legrangosabb önkormányzati kitüntetéseket a Városnapja gálán. Az eseményt ma este 8 órakor teljes terjedelmében megtekinthetik a Kecskeméti Televízióban. 22 bábszínház 30 produkcióval mutatkozik be a Magyarországi Bábszínházak 14. találkozóján, október 3-a és 6-a között Kecskeméten. Elindult Aradra a Kecskeméti Református Gimnázium kerékpáros csapata, hogy megkoszorúzzák a vértanúk emlékművét. A város legrégebbi újságának múltjáról, jelenéről és jövőiről beszélgettek az egykori és jelenlegi főszerkesztők a Vojtila Barátság Központban.
Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan kezdődik a kiemelő. Adásunk előtt nem sokkal ért véget. Egy Ferenczi Idáról szóló könyvbemutató az Országos Könyvtári Napok keretén belül a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. Az esemény kapcsán stúdió vendégünk lesz Ramháb Mária, az intézmény igazgatója, és Péterné Fehér Mária, a Kecskemét Írott Örökségért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki összegyűjtötte és egyberendezte a kötet szövegeit. Beszámolunk a Bolyai János Gimnázium tanulóinak innovatív Erasmus Plus programhoz kötődő ötleteiről, majd részletes összeállítást láthatnak a tegnapi Nagykörösi Múzeum átadóról. Olvassák és nézzék hírportálunkat a címhíres.hu. A híres híreket ma 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön kissé felhős lesz időjárásunk, a napi hőmérséklet 4 és 16 fok között alakul. Élénk lesz az északnyugati szél. Péntekre megérkezik a jó idő és egész hétvégén kitart. A legmelegebb órákban 20 fokot mérhetünk majd. Napközben 3 foknál nem lesz hidegebb. Keletről mérsékelt széllökések várhatóak. A hétvégén 22 fokos értékeket mérhetünk a legmelegebb időszakokban. Csupán vasárnap hajnalban számíthatunk egy kis zápor esőre. Százötven évvel ezelőtt, 1868. október 3-án jelent meg először a Kecskeméti Lapok. A kiadványt a Hírösváros első nyomdájánál, Sziládi Károlynál állították elő. Előfizetési díja negyedévre 1 forint 50 krajcár volt. Az újság első felelős szerkesztője és kiadója az egyébként jogász végzettségű, kalandos életű világutazó Madarassi László volt. A lapkészítésben főmunkatársként Hornik János, a város főjegyzője, történetírója is részt vett. A fejlécen szereplő alcím szerint az újság ismeretterjesztő heti lap volt. Madarassiék elsősorban a híres város iránti érdeklődést akarták a helyiekben és a távolabb élőkben felkelteni. A vasárnapi újság az első szám alapján ezt írta a Kecskeméti Lapokról. Mint látszik, figyelemmel kíséri a helyi érdekeket. Ha e tekintetben folyvást hasonló buzgalommal jár el, betölti hivatását. Az indulás óta eltelt 150 év alatt a lap ezen nemes hivatás betöltésében jeleskedett. Thank you.
Jó estét kívánok! Ez itt már a kiemelő. Adásunk előtt nem sokkal ért véget egy könyvbemutató a megyei könyvtárban, amely során egy Ferenczi Idáról szóló kötettel ismerkedhettek az érdeklődők. A könyvről Péterné Fehér Máriát, a Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdezzük, hiszen ő hívta életre az Erzsébet királyné kecskeméti származású társalkodó nőjéről szóló kötetet. Valamint vendégünk lesz Ramháb Mária, a bemutatónak otthont adó Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár igazgatója, akivel az országos könyvtári napokról beszélgetünk. Beszámolunk továbbá a Bolyai János gimnázium tanulóinak innovatív Erasmus Plus programhoz kötődő ötleteiről, majd részletes összeállítást láthatnak a tegnapi nagykőrösi múzeum átadóról. Kérem, tartsanak velünk! Tegnap jött ki a nyomdából a Képek és történetek Ferenczi Ida életéből című könyv, amely szeleteket villant fel Erzsébet királyné kecskeméti származású társalkodó nőjének életéből ifjúkorától haláláig. A kötet tartalmát Péterné Fehér Mária, a Kecskemét Írott Örökségért Alapítvány kuratóriumi elnöke gyűjtötte össze és foglalta rendszerbe. A könyvet ma délután a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban az országos könyvtári napok keretén belül mutatták be. Most pedig stúdiónkban is köszönhetjük Péterné Fehér Máriát. Jó estét kívánok! Valamint itt van velünk Ramháb Mária, a megyei könyvtár igazgatója is. Őt főként az országos eseménysorozat programjairól kérdezem. Köszöntöm Önöket a stúdiónkban. Milyen írásokat tartalmaz ez a kötet? Tulajdonképpen ez a könyv nem egy szó szerint vett biográfia, tehát nem egy folyamatos életrajza Ferenczi Idának, hanem, ahogy a cím is jelzi, képek, történetek szerepelnek benne. A képeket különböző közgyűjteményekből kaptuk kölcsönt megjelentetése, a történeteknek pedig az a különlegessége, hogy nem személy szerint én írtam, és legalábbis nem mindegyiket, hanem Ferenczi Ida kortársai, olyan írók, publicisták, történetírók, rokonok, ismerősök, akik életében is találkoztak Ferenczi Idával, és elmondta Ferenczi Ida az életét nekik, ők pedig lejegyezték, vagy egy találkozás élményét jegyezték le, és jelentették meg újságcikkben, vagy könyvformájában. Tehát ezek ilyen szeletek az életből, de végül is úgy állítottuk össze, hogy a kezdeti időszaktól, ifjú korától végig kísérik ezek a történetek Ferenczi Idát, kecskeméti ifjú korától kezdve a burgba kerüléstől kezdve egész az Erzsébet királynő halála utáni időszakig és haláláig végig kísérik ezek a történetek. Annyit talán sokan tudnak Ferenczi Idáról, hogy kecskeméti kötődésű, illetve hogy Erzsébet királyné társalkodó nője volt, de mi az, ami önt például megragadta a személyiségében, és ami a mai embernek is adhat? Igen, hát egyrészt ugye a hűsége az uralkodónőhöz, és nem csak az uralkodónőhöz, hanem hazájához és Kecskeméthez is. Ez egy nagy élmény volt számomra, mert Ferenczi Ida, mikor Bécsben élt is, a kezdetektől, tehát 1868-tól, mikor a kecskeméti lapok először megjelentek, attól kezdve folyamatosan járatta a kecskeméti lapokat, tehát képben volt a város életével kapcsolatban, mindennel, az eseményekkel kapcsolatban volt, és sok esetben segítségére volt Kecskemétnek. Például ő segítségével ért el Kada Elek, hogy Kohári Szent Lőrincet a város meg tudta venni a Coburg hercegi családtól. Nagy nehézségek árán, de az ő segítségével sikerült elérni. Hogy sikerült a mai bemutató? Még Gödöllőről is érkeztek vendégek, ha jól tudom. Hát most ezt nem biztos, hogy nekem kellene megítélni ezt a dolgot, hogy sikerült. Valóban működik egy Sziszi baráti kör Budapesten. Tőlük is jöttek résztvevők. A Gödöllői Királyi Kastély Múzeumnak a munkatársa, aki segítségemre volt a képek válogatásánál, sok képet őtőlük kaptunk kölcsön megjelentetésre, és ő volt a lektora is a kötetnek, tehát Gödöllőről is érkeztek, de hát számos kecskeméti is részt vett ezen a könyvbemutatón, aminek nagyon örültem, és nagyon remélem, hogy a könyv kapcsán majd egyre többen ismerik meg Kecskeméten, hogy ki is volt ez a Ferenczi Ida. Igaz, hogy van utca elnevezve róla, de hát ha ezek az írások közelebb hozzák a kecskemétieket is Ferenczi Idához.
És természetesen a könyvtárban meg is találhatják majd a kötetet. Meg is található, vásárolható is majd a könyvtárban. Igazgató asszonyt kérdezem, hogy ön miért tartotta fontosnak ezt a bemutatót? Hát mi számunkra mindig nagyon jelentős, hogyha helyben köztünk élő szerző megjelenik egy új művel, különös tekintettel, hogyha az a városhoz, a helyhez is kötődik. És miután ugye mi nagyon régóta ismerjük Fejér Máriát, együtt dolgozunk vele, így helyette is mondhatom, hogy nagy sikerű esnek voltunk a tanúi, sok-sok érdeklődő kérdés zajlott utána is, úgyhogy ezt a sorozatot mi mindenféleképpen, mint könyvtár a jövőben is kiemelten fontosan fogjuk kezelni. Országos sorozat, a könyvtári napok, a Bács-Kiskun megyei könyvtár milyen programokkal készül? Hát talán egy bevezető mondatban engedjék meg, hogy ismételten köszöntsem mindazokat a nézőket, akik már több mint 10 éve figyelemmel kísérik az országos könyvtári napokat, és tudják, hogy ez egy olyan eseménysorozat, amit az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervez, és az idén is több mint 2000 könyvtár csatlakozott a felhívásunkra, akik az általunk működtetett programportálra 6000-nél több programot regisztráltak be. Ez olyan óriási szám, hogy nyilván a portál önmagában is hosszú időt vesz igénybe, amíg valaki tájékozódik, de mivel minden településre lehet külön-külön is megnézni, hogy mit kínál a helyi könyvtár, tematikára, korosztályra, mindenre, így azt hiszem, hogy érdemes ellátogatni erre a programportálra. Bács-Kiskun megye mindig ott járt az élen az országos könyvtári napokban, ez azt jelenti, hogy csak nem minden Bács-Kiskun megyei település készült valamivel. Folynak most már ezek az események, Kecskeméten is, a megyei könyvtárban is még nagyon sok érdekesség lesz, ezért javaslom is, hogy nézzék a mi portálunkat, és át lehet jutni az összefogás portálra, ahol mindez jelen van. Hasonló típusú kisebb csoportos foglalkozásaink lesznek, azért szeretnék egy-két érdekességet kiemelni. Örömmel várjuk mindazokat, akik szeretnének a Műtyűr műhellyel együtt a holnapi napon 16 órakor benézni abba, hogy egyáltalán egy könyvtári varoda az mit tud csinálni. Állítom, hogy nagyon sok mindent, ezt az ötletet azt hívta életre, hogy azok a kismamák, akik nálunk rendszeresen részt vesznek különböző foglalkozásokon, legyen lehetőségük arra, hogy azokat a bábokat is megvarják, amivel otthon tovább folytatódik a játék. No, innen nőtte ki magát az, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretnek varogatni, és ehhez mi mindenhol tudást, információt adunk. Ne felejtsük el, hogy az idei országos könyvtári napoknak a szlogenje a középpontjába az a gondolat áll, hogy könyvtárak, közös tudás, közösségi hozzáférés. Szinte minden program ezt kínálja, ebben lehet gyakorolni. Vendégeink között üdvözölhetjük majd Paulovkin Boglárkát, aki nagyon népszerű a gyerekek körében, ugyanis ő nem csak kiemelkedő meseíró, hanem interaktív módon a gyerekekkel a mese illusztrációit is el fogja készíteni, és itt szeretném fölhívni arra is a figyelmet, hogy nem csak a központi könyvtárban találhatnak nagyon érdekes programokat, hanem a város fiók könyvtáraiban is. Úgyhogy Boglárka is vendége lesz szépen a Ménteleki fiók könyvtárnak. Pénteken örömmel hívom fel a figyelmet Harcos Bálintra, aki a Szofi Mesél című programot fogja könyvtárunkban bemutatni, és mivel ez a nap az olvasó sok napja, ezért rengetegféle olvasási program lesz, nem csak bent a könyvtárban, hanem mindenhol fölbukkanunk a piacon, különböző helyeken, az olvasásra fogjuk az emberek figyelmét láirányítani, de 15 órakor, akik szeretnének, nálunk részt vehetnek a 650 másodperces felolvasáson, hogyha magukkal hozzák a kedvenc könyveiket. A programon nem szeretnék végigmenni időrövidsége miatt, de azért a záró könyves vasárnapot semmiképpen ne hagyjuk ki. Több száz könyvtár lesz nyitva rendhagyó módon. Ezen a vasárnapon így tradicionálisan nyilván a megyei könyvtár is. Este későig, 10 óráig várjuk az érdeklődőket. Minden korosztálynak kínálni fogunk valamit, szokásosan a legkisebbekkel kezdjük, és tulajdonképpen az est folyamán most is a zenét kedvelőket várjuk elsődlegesen a Swing Party-ra, aminek a Pepita Táncegyüttes lesz a
vendége, viszont köszönteni fogjuk most már mondhatom hagyományosan azokat, akik éppen tegnap este is közülük néhányat meghívtunk, kitüntetésbe részesültek. Ez egy nagyon kedves, barátságos beszélgetés, mi így próbálunk tiszteletet adni és figyelmet ráirányítani azokra, akik a városunkba élve nagy elismerésnek örvendhetnek. Úgyhogy aki aztán végképp bírja még velünk, az az éjszakai filmvetítésen is részt vehet, hát mondanom se kell, hogy ez a táncos programhoz a Hölgyválasz című film fog egy amerikai romantikus filmvígjáték utolsó jó szórakozást nyújtani az idei könyves vasárnap zárásaként. Az internet térhódításával egyébként az utóbbi években mennyire változott a könyvtár látogatottsága, illetve ezek a programok például mennyire tudják megszólítani azokat, akik egyébként nem látogatnak el maguktól a könyvtárba? Az idei programunkban is számos olyan internetes program is szerepel párhuzamosan a kőépületbe való személyes megjelenésekig, amelyik azt mutatja, hogy nagyon jó összhangban van a virtuális könyvtári világ és a valóságos könyvtári világ. Azt lehet látni, hogy gyakorlatilag a könyvtárak egy nagyon komoly szerepet töltenek be a kis csoportok együttlétébe, a közösségeknek a fogadásába, és ezek a közösségek, mint ahogy itt a mi könyvtárunkban is több ilyen működik, önmagukat is szervezik már. Ezek mellől soha nem maradnak el a könyvek, tehát nagyon fontos, hogy mi az alapfeladatunkat végezzük, és amikor egy ilyen sikeres esten túl vagyunk, mint például ez a könyvbemutató, akkor nyilvánvaló, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy ezt az emberek el is olvassák ezeket a könyveket, miközben nagyon jól megbeszélik, és egyre több ilyen kis közösség veszi igénybe a könyvtárnak a lehetőségeit, hogy ott ő, mint közösség tudjon tovább tudást átadni egymásnak. Ez a fiatalabb korosztály, a tini korosztályról se feledkezzünk meg. Egyre több olyan korosztályi programjuk van, ami miatt fontosnak tartják, hogy bejöjjenek a könyvtárba, az ő számukra is. Indul a nagykönyves beavatás, ez is már egy 3 éves program országosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, sok sikert kívánok a programokhoz, és gratulálok a kötethez. Köszönjük szépen! Ünnepélyes műsorral adták át tegnap este az Arany János közérdekű múzeális gyűjteményt a 650 éves Nagykőrösön. A kiállítás termeiben az idővándor arany és balladái mesélnek az ország és a település múltjáról. Az interaktív játékok és eszközök révén élménygazdag tárlattal várja a látogatókat a megújult épület. Nagykőrös várossá nyilvánításának 650. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Az ünnepélyes rendezvénysorozat legkiemelkedő programjaként tegnap adták át a teljesen megújult Arany János közérdekű múzeális gyűjteményt. A felújítás komoly feladatot jelentett a városnak. Aki bejön most a múzeumba, egy valóban nagyon friss és nagyon új teret lát, számtalan eszközzel, tárgyal, nagyon izgalmas látványelemekkel, és nem látta azt az állapotot, amiből ezt elértük. Ugye a külső szemlélő számára, aki valaha járt ebben az épületben, talán óriási meglepetés első ránézésre és egy nagyon modern szemléletű kiállítás, amivel találkozik. Amiben igyekeztünk megfelelő összhangot teremteni a régi tárgyak, vagyis a tárgyak tisztelete és az újszerű, modern, digitális elemek között, hogy nagyon széles kör számára legyen élvezhető ez a múzeum. Maga a belső építészeti kivitelezés egy roppant nehéz feladat egyébként. Nem egyszerűen arról szól, hogy tablókat és tárgyakat teszünk be egy kiállító térben, hanem egy nagyon komplex, sok tervezés és egyeztetési cikluson átívelő munka, aminek ma mindenki láthatja a végeredményét. Az épület kaszárnya jellegét megtartották, de a tereket egyben nyitották, hogy tágas legyen. A különböző fakkokat pedig egy idővonal köti össze. Egy idővonal fut végig a falakon, majd megmutatja a Nagykőrös történelmét, a magyar történelmet és a világ történelmet is, hogy érezzék a fiatalok, hogy ebben az időszakban, amely Nagykőrösön volt, a világban mi történhetett. Ez örök probléma. Maga a tér is nyitott, kevés információval láttuk el a falakat és a vitrineket, a minimális vitrin, mert azt vettük észre, hogy a túl sok információ, a túl apró betű, a túl széttagoltság nem köti a fiatalok figyelmét, ezért próbáltunk szelektálni azokat a tárgyakat és
azokat a történelmi eseményeket kiemelni, amely tudjuk, hogy egyrészt érettségítét, és tudjuk azt, hogy érdekli a fiatalokat, ezek általában a háborús dolgokhoz kötődnek. Abban, hogy az 1951-ben megalakult Arany János Múzeum megújult, fontos szerepe volt a nagykőrösieknek is. Itt voltam egy ilyen versmondó, ballonmondó versenyen Nagykőrösön, és akkor mondták nekem, itt nagykőrösi kollégák, hogy jó lenne, hogyha esetleg 2018 Arany János 200. születést évfordulója az nemzeti év lenne, úgymond Arany János év lenne. Aztán megkerestem képviselőtársaimat, többek között Elsimon László képviselő kollégámat, és így beadtuk ezt a kezdeményezést. Ez a jelentős pénzösszeg teremtette meg a lehetőséget arra, hogy az épület kívülről teljesen megújuljon, tetőszerkezete, homlokzata, kéményei, de nem csak az építészeti felújítással valósult meg az Arany János Múzeumnak, hanem a belső kiállítás is szakszerűen és korszerűen olyan módon, hogy képes legyen becsalogatni fiatalokat, gyerekeket, a jövő múzeumban látogató közönséget. Az országgyűlés támogatta az emlékév javaslatát, és Áder János köztársasági elnök vezetésével 4 milliárd forintos keretet hoztak létre. Az egész emlékév 4 milliárd forintnyi támogatást osztott ki, és abból 1 milliárd forint ide Nagykőrösre érkezett, és az Arany János Múzeumnak a felújítását, berendezését szolgálta. Aki végigmegy itt ezeken a kiállítótereken, aztán bemegy a szabadulószobába, megnézi a labirintust, az láthatja, hogy itt tényleg egy legkorszerűbb technikával rendelkező, interaktív, fiatalokhoz, idősekhez egyaránt szóló, nagyon sok élményt adó múzeum kiállítótér jött létre. Nagykőrös város és térsége helytörténeti, néprajzi, régészeti emlékei és az egyedülálló Arany János gyűjtemény is a felújított múzeumban kapott helyet. Nagykőrösnek tehát van oka az ünneplésre. Sikerült létrehozni egy olyan a fiatalok számára is kedvelhető múzeumot interaktív eszközökkel felszerelve, ami Nagykőrösnek a bemutatkozása a turisztika területén. Tehát remélem, hogy azok a diákcsoportok, akik Arany János tanulják, nyugdíjas csoportok, akik kirándulnak, megállnak Nagykőrösön, és megnézik a múzeumot, amellett megnézik a városközpontunkat, megnézik a városunkat, és hát ez egy üzenet a befektetők felé, hogy érdemes Nagykőrösön megállni, a turisták felé, de ugyanúgy a befektetők felé is, hogy egy szép, rendezett és kultúrált városba tudnak eljönni. A város évfordulója és a múzeum átadás tiszteletére este fényfestéssel díszítették a megújult épület homlokzatát. Egy európai állásbörze oldalt és új játékos tanulásmódszertani programokat is létrehoztak a Bolyai János Gimnázium diákjai. A kreatív fiatalok az Erasmus Plus német nyelvű programok segítségével szerzett tapasztalataikat öntötték hasznos formába idén is. Ez egy Erasmus Plus projekt volt, amit részletünk. Cirkos Vince a Bolyai János Gimnázium tanulóinak legutóbbi Erasmus Plus programjáról és utazásáról számolt be társainak. A középiskola közel 20 éve kiemelten kezeli a nemzetközi kapcsolatok ápolását, és fontosnak tartja, hogy a résztvevő fiatalok tapasztalataikat is megosszák társaikkal. A gimnázium a stratégiai partnerségekhez szokott csatlakozni. Most elmondhatom már, hogy 2009 óta azt hiszem nem volt olyan tanévünk, amikor ne lett volna vagy Comenius, vagy Erasmus programunk, és mindig valamilyen stratégiai partnerséghez, vagy iskolák közötti diákcseréhez kapcsolódtunk. Hogyha jelen tannévet nézzük, akkor mik azok a programok, amik futnak, mik azok, amikben részt vesznek, és hány diákot érint ez? A jelenlegi tanévben két német nyelvű Erasmus program fut még egymás mellett. Az egyik az a pályaorientációval kapcsolatos Erasmus program, a másik pedig a kreatív tanulás című Erasmus program, ami bízunk benne, hogy nagyon sokat segít számunkra a tehetséggondozásban is. Nem csak a pedagógusoknak, de a diákoknak is hasznosak a cserediák programok, és főként a külföldi utazások. Szerintem az volt a legizgalmasabb, hogy mindig mindenhol németül beszéltünk, és eleinte egy picit ettől féltem is, hogy mennyire fogjuk megérteni egymást, de végül ebből nem lett probléma, és így jól megértettük egymást.
A gyerekeknek nem csak a kultúra megismerése volt a célja, minden Erasmus projekt konkrét célok mentén valósul ugyanis meg. A mi úti célunk Dániában az Aberá nevű település volt, és ennek az Erasmus projektnek mi voltunk a kezdő programja, úgymond. Tehát a feladataink közé tartozott például a logó elkészítése, a név kitalálása, és így próbáltuk meghatározni így egész pontosan a projekt célját is. És mi lett a célja, mi valósult meg ebből? Hát célnak azt tűztük ki, hogy hogyan is tudnánk a tanulást egy kicsit kreatív formában megjeleníteni, milyen eszközökkel, esetleg játékokkal tudnánk színesebbé tenni a diákok körében, hogy motiváltak legyenek és könnyebben tanuljanak. Ez mennyire sikerült, és mennyire tudtátok mondjuk ezt modern formában megvalósítani? Szerintem teljes mértékben sikerült. Például volt egy olyan játékunk, ahol fogalmakat különböző hangulatjelek segítségével tanultunk meg, rengeteg színes és kreatív játékot alkottunk, úgyhogy szerintem teljes mértékben. Ha most valaki azt mondaná, hogy visszamehetsz még egy hétre vagy két hétre Dániába, akár egy ilyen programra, akár másként visszamennél? Természetesen én nagyon élveztem ezt a pár napot, amit ott töltöttünk. A programok eredményeként megszerzett tapasztalatok publikálása fontos. Az egyik csapat célja az európai munkaerőpiac feltérképezése volt. Tapasztalataikat egy weboldalon is megosztották, ami hasznos lehet bárki számára, de ugyanígy komoly előnyt jelent a gyerekeknek a baráti kapcsolati háló, melyet az utazások során megszerezhetnek. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket, ma nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Üdvözlöm! Ön a Siesta legújabb adását látja itt a Kecskeméti Televízióban. Megjött az ősz, a vitathatatlan, és ezzel együtt bizony a hajnalok már igencsak csípősek. Hogy a négy fal között mit tudunk tenni, és persze mi az, amit érdemes kutatni, illetve hogyan tudjuk ezzel gazdagítani környezetünket, ezt is megmutatjuk hamarosan. Majd egy igazán érdekes beszélgetést láthatnak majd Garaci János újságíróval, hogy minek kapcsán kiderül, tartson velem a mai műsorod, és persze azon idősekkel, akik egy fantasztikus sétán, túrán vehettek részt az elmúlt napokban, hiszen meséltek a házak. Lelkes csapat járt a Kecskemét belvárosát körbe két alkalommal egy szombaton. A Cédrusnet program keretében egy újabb sikeresen zárult program végeredményeként élvezhették a színes előadásokat a Mesélőváros túra résztvevői. A Cédrusnet Egyesületnek egy olyan programja indult, ahol civilkutatók 12-en, nagy része szenyor, fogtunk össze, hogy fölkutatja ki a saját családi házának a történetét, vagy ha már nem is ott él, de hosszú köze volt az épülethez. Ezekből kutató munka lesz, vagy folyik, és egy tanulmány készít mindenki. Most vagyunk a félidőnél, amit kutattunk, ezt mutatjuk most be. Elviszük az érdeklődőket két sétára, várostörténeti sétára a városba, a házakhoz, udvarba, kertekbe, és a tulajdonosok mesélnek az épületeikről. Olyan értékek és ismeretek is előkerültek a kutatás során, amelyek lehet, hogy a levéltárban már nem is fellelhetőek. Rendkívül érdekes a hallgatni is az embereket, és nézni a látogatókat, ahogy amilyen szeretettel beszélnek a kutatók a házaikról, és amilyen érdeklődéssel hallgatják a kecskeméti polgárok azokat a titkokat, amiket ezek a több mint 100 éves házak mesélnek. Itt azért, ha jól tudom, nem csak a házak történelméről derítettek ki dolgokat, egészen érdekes recepteket is láttam például. Szóval, hogy vannak marginális olyan kutatások is, amik még a mindennapi életünkben is hasznosak lehetnek. Természetesen, mert hogy a régi családok is ünnepnapokon különleges ételeket vittek a hétköznapokba is, tehát nem csak a házakat, hanem a konyhákat is kutattuk, különleges receptek kerültek elő. Ennek a szakmai segítői Ács Imre tanár úr, aki a Széchenyi vendéglátóipariban oktató, egyébként gasztrokutató is, ő segített ebben nagyon sokat. Valóban olyan 60-80-100 éves receptkönyvek, kézzelít receptkönyvek is előkerültek, amiket régen a családok használtak.
egész más. Megpróbáltuk újra sütni őket, de amikor úgy kezdődik, hogy végy elő 20 tiknyomot, akkor nehezen indulunk neki, mert azért ezek már nem a mi háztartási receptjeink. A szemfüles túra látogatók a főzéshez is ihletet meríthetnek a jövőben. A kutatás lényege a rejtett örökség megőrzése és a tudás átörökítése. A mesélőváros túrákat a jövőben több alkalommal is szeretnék a Cédrusnet program vezetői megszervezni, így érdemes az időpontokat a cedrusnet.hu weboldalon keresni. Mindennek és mindenkinek van története, így Garaci János újságírónak is, akit nem is olyan régen Tóth László díjjal tüntettek ki Kecskeméten. De hogy pontosan minek köszönheti ezt a sikert, vagy egyáltalán mit vala saját életútjáról, és hogy mit szeretne üzenni, akár a fiataloknak is, ezt hallhatja most és láthatja itt a Siestában. Hogyha mondjuk téged meg kéne határozni foglalkozás szerint, akkor te minek tartod magad? Tehát, hogy mi a te foglalkozásod? Hát most, olyan én nekem nyugdíjas vagyok, a foglalkozásom jelenleg, amiben nyugdíjba is mentem, ez az újságírás volt, ez vitathatatlan. Az utóbbi 15 évben nem csináltam mást. Előtte ismertek Kecskeméten, én tévéműszerész voltam, videótechnikával ismerkedtem meg, azt javítottam. A rendszerváltás után végeztem el a Szegedi Egyetemen, a Bölcsészettudományok Karon, mert az újságíró szakirányon, és utána lettem újságíró. Nem voltam soha érdekes módon, legalábbis a nyugdíjazás előtt kecskeméti médiumnál alkalmazásba, először a Metro újságnál, majd a MT-nél, de alapvetően újságíró vagyok, ma is újságíróként dolgozok nyugdíjasként, itt a Mercedes-Benz Gyár Sportakadémián. Ez egyfajta szerelem? Hát igen, ez lehet, hogy Magyarországon még furcsa, de a Nyugat-Európában egyre gyakoribb, hogy az ember egy élete folyamán nem egy adott szakmában dolgozza le az életét, hanem adott esetben vált, két-háromszor is váltanak az emberek, érdekesebbé válik az ember élete. Nyilvánvaló, hogy ebbe beleszerettem, mert ez egy nagyon érdekes. A másik dolog az, hogy szerencsém volt, mert olyan helyen dolgoztam végig, ahol nem kellett a bulvárral foglalkozni, tényújságírással. Ez az én szerelmem, vagy ezt szeretem csinálni, ahol nem kell álhíreket gyártani, hanem a valóságról kell írni. De akkor a maximalizmus az volt a mozgatórugó? Hát a maximalizmus az, amit én úgy gondoltam, hogy amire képes vagyok. Olyan cél soha nem tűztem magam elé, amit nem tudtam volna elérni. Megpróbáltam ezeket a célokat úgy meghatározni magamnak, amit el tudok érni. Tehát nem határoztam meg soha olyat, amit tudtam, hogy úgyse érhetek el. Úgy gondoltam, hogy becsületes tanulással, becsületes munkával mindig előre lehet lépni, bárhol van az ember a világban, itthon is, bárhol van, és ezt vallom. Milyen érzés most az, hogy elismerik a munkádat? Hát, nagyon jó érzés, legyünk őszinték. Aki nem vallja ezt, az hazudik, vagy nem akarja az igazat elmondani. Természetesen jó érzés. Az nagyon jó, hogy az embert elismerik a munkáját, az jobb lenne, ha fiatalabb lennék. Felnőtt. Hány évesen szeretted volna mindig ezt elérni? Nem is ezt akartam elérni, hanem olyan gyorsan elszaladt, annyi minden történt az én életemben, a város életében, az a fejlődés, hogy ugye a 90-es rendszerváltozás előtt én az önkormányzat, akkor még ugye városi tanács vagy tanács épületébe be se léptem. Utána 4 év múlva képviselőként ott ülhettem, tehát akkor az én életemben, akár ha a technikai részt nézzük, hogy honnan, a tranzisztortól hova fejlődött a mai napig, talán az a korosztály vagyok, akinek az életében a legtöbbet fejlődött akár a technika, de akár Magyarország is, ha úgy vesszük. Nagyon sokan nem emlékeznek már arra, hogy ugye a 80-as évek előtt, vagy a 70-es, 80-as években, hogy mennyit kellett egy autóra várni, hogy 5 évet vártam az első vezetékes telefonra. Tehát egyszerűen ez egy olyan gyorsan jöttek egymás után az események, hogy mire felúcsoltam, nyugdíjas lettem. Most van-e még célod, van-e még valami, amit szeretnél elérni?
Hát természetesen nekem mindig vannak céljaim, továbbra is szeretnék aktív életet élni a városban. Nagyon szeretem a jelenlegi munkahelyemet, ugye itt a Kecskeméti Junior Sport Kft-nél dolgozom, amelyhez ugye a sportiskola és a akadémia tartozik, több mint 1700 gyerek. Hát egy nyugdíjas embernek, amikor aktívan tud ennyi fiatal között dolgozni, akkor ezzel jár a jó kedv, a megelégedettség, nagyon jó környezet van. Ha mondjuk most egy fiatal kezdi az életét, mondjuk akár újságírás terén, de akármilyen más területen, akkor mi az a jó tanács, amivel mondjuk te őt útra indítanád, vagy útnak, az útján próbálnád elengedni? De te mit mondasz a gyerekeknek, mit csináljanak? Hát én ugye két fiam van, és azt mondtam nekik, hogy gyakorlatilag a befektetett munka az mindig megtérül. Tehát ne azt nézzék fiatalon, hogy most én azonnal mennyi lesz a keresetem, hanem dolgozzanak, és a munka az mindig meghozza a gyümölcsét. Tehát én a mai fiataloknak is azt mondom, hogy ne legyenek türelmetlenek. Sajnos én azt látom, hogy egyre türelmetlenebbek, mindent azonnal akarnak. Nekem 26 éves koromban volt az első Trabantom, ma már 18 éves, már Mercedes-szel akar járni. Tehát mindennek eljön az ideje. Nyilván változik a kor, amikorunkat nem lehet a mi fiatalságunkat nem lehet a mai fiatalsággal összehasonlítani, de legyenek türelmesebbek, legyenek becsületesebbek, és hát tiszteljék egymást. Nagyon sajnálom, hogy azok a közösségek, amelyek egykor jellemezték Kecskemétet, azok egyre szűkülnek, egyre kisebbek. Érdekes történetekből nincsen hiány, akár mi gyűjtjük, akár pedig az újságírók gyűjtik nekünk. Itt a Sziesztában természetesen próbálunk odafigyelni minden érdekes dologra, de hogyha önnek is van ötlete, akkor ne rejtse véka alá a kecskemiti.tv@kecskemititv.hu e-mail címen. Bátran írja meg ötleteit és bármilyen véleményét, akár a Sziesztával kapcsolatban is. Mi most egy picit sziesztázunk, egészen pontosan egy hetet, aztán visszatérünk jó néhány érdekes témával és egy-két aktivitás ötlete, ahogy mire gondolok, tartson akkor is velünk. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Átadták a legrangosabb önkormányzati kitüntetéseket a Városnapja gálán. Az eseményt ma este 8 órakor teljes terjedelmében megtekinthetik a Kecskeméti Televízióban. 22 bábszínház 30 produkcióval mutatkozik be a Magyarországi Bábszínházak 14. találkozóján, október 3-a és 6-a között Kecskeméten. Elindult Aradra a Kecskeméti Református Gimnázium kerékpáros csapata, hogy megkoszorúzzák a vértanúk emlékművét. A város legrégebbi újságának múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettek az egykori és jelenlegi főszerkesztők a Vojtila Barátság Központban. Várja a rendvédelmi pálya iránt elhivatott leendő munkatársai jelentkezését a Kiskunhalason ma nyílt új toborzó iroda. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!